rendelkező országok, akik ilyen jellegű átmeneti rendelkezést nem hoztak, tehát szabadon engedélyezik kifutni a nem kondenzációs készülékeken. De ugyanakkor viszont ez a rendelet, amelyet örömmel üdvözlünk, hogy a kormányzat ilyen jellegű rendeletet meghozott, a jéghegynek a csúcsára megoldást kínált, rengeteg részletkérdés viszont, amelyik az életünket megkeseríti, nyitott marad. És arra számítottam, hogy Tamás a felmerülő problémáknak egy részét említeni fogja. Beszélgetünk a lakossági fogyasztókról, ugyanakkor nem beszélünk a nem lakossági fogyasztókról, és a nem lakossági fogyasztók vonatkozásában úgy hallottuk a kormányzat képviselőitől, hogy nincs változás. Folyamatban lévő pályázati beruházások, amelyek már futnak, és nem olyan készülékek kerültek betervezésre, és a fűtési szezon előtt, október 15-e előtt ezeknek a berendezéseknek a telepítése és üzembehelyezése el kell, hogy induljon, de az üzembehelyezésre lehetőségük már nem lesz. Nagyon súlyos problémát jelent ez olyan óvodák és iskolák esetén, amelyek per pillanat szembesülnek ezzel a problémával. A másik terület, amelyik a rendeletnek a szabályozásából nem egyértelműen derül ki, az arról szól, hogy a rendelet az üzembehelyezésről beszél. A forgalomhozatal kérdését tisztázta az Európai Unió. Mi történik akkor, amikor a nem kondenzációs piacon lévő készülékeknek az értékesítését semmiféle jogszabály nem tiltja? Ugyanakkor a Mari néni és Józsi bácsi által 2016. július után megvásárolt készülék nem üzembe helyezhető, kicsit nehézé teszi a helyzetét azoknak az ügyfeleknek, akik majd 2016-ban szembesülnek ezzel a problémával. És a harmadik kérdés, amelyik mind a kettő kérdést taglalja, Magyarország mindig jellemzően nagyon ügyes ország volt, és gyorsan megtalálta a végtelen használó azt a megoldást, amely az ő érdekében mondjuk a legkönnyebben alkalmazható. A rendelet biztosít egy gyűjtőkéményes kivételt, amelynek nagyon-nagyon örül a magyar lakosság. Érzésem szerint a gyűjtőkémények, hogyha szarkasztikusan akarok fogalmazni, rohamos elszaporodáshoz fognak vezetni. A kérdés az az, hogy hogy és mi lesz ezeknek a készülékeknek, a gyártói kivételeknek a forgalmazási feltételrendszere. Mi történik az ilyen készülékekkel? Kitelel érte a gyártó, az értékesítő, a kereskedő, a szerelő? Tehát ki lesz az, aki azt mondja, hogy ez a kivétel ezen a helyszínen felszerelhető? Mondtam, Tamás az, akinek a vállát nyomja az összes ilyen teher, ezért neki címezzük ezeket. Természetesen át lehet vállalni a válaszfeltelést. Itt át helyettes úrnak a válaszolás lehetőségét első. Köszönjük, ezek bátor kérdések voltak. Kétszer tapsoltak eddig a közönségben. Be van. Tehát ezek bátor kérdések voltak, köszönjük szépen. Talán haladjunk időrend szerint. Ugye az első kérdés az az volt, hogyha jól emlékszem, hogy más tagállamnak mi a gyakorlata, és mások hogyan vélekednek erről. A mi kormányzatunkban van egy igazságügyi minisztérium, ezen igazságügyi minisztérium képviselői kollégái azon az állásponton voltak, hogy a szeptember 26-át éles határként minden felhasználó tekintetében, akár az üzembehelyezés, akár a forgalomba helyezés legvégső dátumaként fogadjuk el és határozzuk meg. Az NGM ezzel szemben azon az állásponton volt, hogy akár kockáztatva a kötelezettségszegési eljárásnak a vállalását, mi ezt a határidőt 8 hónappal hosszabbítsuk meg. A másik kérdés az az volt, hogy Mari néni hogyan fog értesülni erről a 8 hónapról, illetve a 8 hónap utáni értékesítési lehetőségként megmaradó, de üzembe nem helyezhető készülékeknek a kérdésköréről. Erre azt tudom mondani, hogy a rendelet meg fog jelenni valamikor a héten, esetleg jövő hét elején. Lesz egy tájékoztató kampány az NGM, illetve a kormányzat részéről. Ebben a tájékoztató kampányban minden érintett szervezetet, energiaszolgáltatókat például be fogjuk vonni, és ezáltal azt gondolom, hogy mindenki értesülni fog majd. A harmadik kérdés pedig a folyamatban lévő közületi beruházásoknak a
lezárultát, illetve szeptember 26-i lezárultát illeti. Hát erre én azt tudom mondani, hogy ha 2013 augusztusában megjelent egy rendelet, és az a közületi szolgáltató, aki bármiféle fűtés, korszerűsítés, cserét tervezett, ebben a két évben nem tudott rá fölkészülni, akkor ott el kell gondolkodni, hogy a műszaki szakértői gárda továbbiakban alkalmazva legyen-e. Köszönöm szépen!